Csácsomi csőt, ezt a csokoládé és traktor kerék. Üdv a csatornán, Kipper jelentkezik a következő videóval, ami nem más, mint egy 7 Days to Die, de ezt miért mondom el, ha egyszer amúgy is észreveszitek? Viszont azt elmondanám, hogy nem sokára 10. nap. Ugye 10. nap fog megtörténni az, hogy felengedek ide embereket, és az lesz a feladatuk, hogy engem itt lerohanjanak, és a bázis belsejébe lesz elrejtve egy darab felirat, azt kell elolvasniuk, és aki először beírja majd a chatbe, azt fog nyerni. Ez így fog lenni, valószínűleg egy nagyon hosszú rész lesz, ha csak nem bedaráltok nagyon gyorsan. Hogyha nem, akkor ugye legalább olyan 2 órásra lehet számítani. És vasárnap, mondom, vasárnap délután 3-kor lesz felvéve, akkor lesz majd. De előtte mindenképp egy videót szombaton ki fogok róla rakni, hogy hogy tudtok csatlakozni, meg hogy mire lehet számítani, meg mik a szabályok, meg ilyesmi. Egyébként kitaláltam még valamit. Nem akarom, hogy túl könnyű legyen az embereknek, akik támadnak, vagy túl nehéz legyen. Ezért fogok nektek állítani, mindjárt megmutattam, hogy hova. Valószínűleg, hogy valahova ide. Ide fogok állítani egy olyan dolgot, hogy itt lesz egy ilyen emelvény, rajt lesz egy láda. És a ládában epic jó cuccok fognak lenni, olyanok, mint molotov koktél, pisztoly, lőszer, fegyverek. Mindenféle csuda jó dolog, tehát... Nehogy már ez itt volt, aztán még mindig nem néztem meg. Anna néző napszemű megdik az! Hoppa, az árnyékoknak azt hittem, hogy támadásba ledültek a cölgyek. Na! Viszont nekem szükségem van fára, nagyon sok fára, ugye ezek nem nőnek tovább, úgyhogy ezt le is fogom belezni. Meg közben csinálom a dolgokat ezenre, úgyhogy készüljetek, várjál már! Följebb kell hangosítanom a dolgokat, mert itt mindig elfelejtem saját magamnak. De most már nem kezdjük újra a videót, mert úgy spontán, hogyha elcseszi a kép. Azért nem tudom, hogy egyébként újra kezdeni sem a videót, mert ebben a játékban nem lehet menteni, úgyhogy ha megdöglök, megdöglök, ha elcseszek valamit, akkor úgy fogjátok látni. Egyébként ez tök jó, mert ugye tényleg nem arról szól az egész, hogy hú, de nagyon profik vagyunk, és hogyha elcseszünk, akkor visszatöltjük, nincs visszatöltés. Képen elcsesztek, akkor el van cseszve, borrej, lesz forrakozzál. Na, figyeljetek, nagyon sok fára van szükségem, mert rájöttem valamire, hogy mit szeretnék itt még művelni. Ja, akkor lesz egy izé, lesz egy ilyen emelvény, nem tudom, láttátok a izét? A Hunger Games, mi a neve annak a... Az éhezők viadala. Na, abban volt ugye az a skürt-szerű, amiben középen elhelyezve voltak cuccok. Na kb. Úgy kell elképzelni, aki először megszerzi, az nagyon ügyes lesz, és annak a jutalma nem lesz más, mint epic jó cuccok a támadáshoz, viszont valahova ide akarom rakni, hogy azért valamennyire azt is tudjam védeni. Azért elég messzire, hogy ne legyen olyan könnyen védhető, de az a lényeg, ide becsullankodtok, mit tudom én, akár hogyan megszerzitek, és akkor már is fegyverekkel, és röbbanóanyagokkal, és mindennel fel lesz vértezve az, aki legelőször megszerzi, tudod, és ez fontos, hogy aki legelőször megszerzi, mert ugye valószínűleg, hogy sokan fogtok ráutazni, és ugye nyerni akartok, akkor érdemes sietni, érdemes neked megszerezni. Nehogy az legyen, hogy... Azok a fák, azok megnőttek, gyorsan kivágom őket, 42 van, figyeljetek! Utána úgyis len fogok dolgozni, mert meg kell csinálnom azt a dolgot, azt a helyiséget, ahova el fogom rejteni a feliratot, amit ugye meg kell majd szereznetek, jó? Oké, kivágom ezeket a fákat, sok fa kell, mert akarok csinálni dolgokat még. Ugye nagyon megcsinálnám ma, lehet, hogy meg fogom éjszaka csinálni ezt az emelvényt, mert miért ne? Out of stamina. Nincsen nálam valami csoda? Együnk egy vizet, úgyis le vagyunk kizéve, meg szomjasak vagyunk, éhesek vagyunk, minden bajunk van, egyébként vágom. Viszont... sietünk. Egyébként egy ilyen barom nagy fából se esik olyan túl sok fa. Igen, mindjárt izé van, mindjárt 10 óra, ugye futnak a zombik, nem baj. Kemények vagyunk, mint a Rambo 3. És ráadásul azt fogom csinálni, hogy nagyon jó fegyvereket fogok elhelyezni ott. Szóval tényleg, aki megszerzi ott a lootot, az nagy előnnyel fog indulni. Ugye egymástól is az nem biztos, hogy el lehet venni, nem lehet elvenni, viszont meg lehet akadályozni a másikat abban, hogy megszerezze. Ugye le is lőhettek egymást, mert nem muszáj nektek barátoknak lenni. Hát milyen feltételezés, hogy barát. Ja, így uszítalak egymásnak benneteket. Mi? Gondoljátok. Már a Keeper uszít, már fél, de egyébként egy kicsit igen.
Jó. Kicsit alul fogunk dolgozni ma, meg lehet, hogy ki fogok jönni, és el fogom végezni azt a munkát, amit valószínűleg nem fogom elültetni ezeket a fákat újra, mert csak nektek csinálok jót. Azért én annyira nem akarok jót csinálni, hogy itt legyen nektek egy csomó fa. Ez a baj. Ez a baj, hogy futnak a zombik, és baró hangos vagyok. Azért ezek a lövések nem biztos, hogy jól jönnek ki. Viszont kell a fa. És figyeljünk el erre, jó? Be van tárazva ez? Be. Jó, egy kicsit parázok. Most ez a futó lúrnya, ez érdekes volt. Ugye marha hangos vagyok. Hoppá, így még halkabban is üt, ne vicceljék. Mindjárt ezeket kivágom, azt megyünk le, jó? Az utolsó éjszaka lesz ez, ugye? 9. nap. Hát az utolsó előtti éjszaka, viszont a holnap az utolsó nap, ez az utolsó nap. Meg kell próbálnom nagyon jól kihasználni a dolgokat. Hogy nehogy véletlenül hülyeséget csináljak. Nehogy hagyjak nektek, tudom, hogy rettenetesen hangos ez a szar. Nehogy hagyjak nektek esélyt arra, hogy megöljetek. Azért jó, akarok esélyt adni. És gondoljátok most többen, hogy ha tudod, akkor a fegyvert megszerzik, könnyen megölnek, meg minden. Hogy mondjam, nem érzem úgy soha egy játékban, hogyha az ellenfélnek, akár legyen az gépi vagy játékos, nincs esélye, akkor igazából mi értelme játszani, nem? Most ennyi erővel becsitelnék magamnak dolgokat, és akkor hú, akkor legyaknak benneteket, ez nekem nem öröm. Nem az öröm, hogyha úgy ölök meg ember ellenfelet, hogyha nekem nagyon nagy esélyem van, érted? Ezért soha nem is szoktam csitelni játékokba, mert nagyon elveszi a kihívást. Ezért is van az, hogy próbálok olyan bázist építeni, amelyik realisztikusabb, nem használom ki a bugokat, vagy a glitcheket, vagy a többi olyan lehetőséget, amivel előnyt szerezhetek. Pont heal egyébként, Demon Heal, biztos talán nézed a videót, mert azt hiszem te is jössz támadni. Ő írta egyszer, hogy ugye a repülő épület, amit ugye tudsz csinálni, úgy be tudod bugoltatni, hogy tudsz gyakorlatilag lebegő épületet csinálni, az nem bug, mert meg lehet csinálni. Persze nem bug, hanem, hogy nevezik azt? Exploit, vagy valami ilyesmi. Amikor van egy játék technikai dolog, amit kihasználsz mégis úgy, hogy az azért valahogy nem fair, nem úgy gondolták a készítők, de ráakadsz egy ilyenre, és érted? Igazából az nem kifogás, hogy benne a játékban, mert... Várj, hadd mondjam el, most próbálom megfogalmazni. Ha benne van a játékban az is, kreatív mód is. Ugye bekapcsolom a kreatív módot, beadolok magamnak, mint az is benne a játékban, az se csin. De mégsem adolom be magamnak, mert nem akarok olyan könnyítést csinálni magamnak, nem akarok olyan előnyhöz jutni, amelyik nem... tökéletesen valós. Ja, lopakodva megyek, azt itt tökéletesen. Egyébként ez mit ad? Semmit. Csontot dík, lehet itt csontot szerezni. Mi pont nem kell. Na. Lehet egyébként megcsinálom ezt a külső szekciót, mert miért ne? Maximum megdöglünk, ugye? Egyébként még mindig csak egyszer döglöttünk meg, én nagyon-nagyon büszke vagyok magamra. Meg magunkra. Na figyeljetek, valahova szerintem, hova kellene elhelyezni? Ide kellene elhelyezni. Innen azért meg is tudjátok közelíteni. Ide. Ide valahova? Ide. Itt legyen, oké? Okay. Itt lesz az a dolog, ami itt lesz. Itt, így. Egy kicsit közelebb. Itt lesz az az egy dolog. Megcsinálom, hallod, miért ne bazzen. Figyelj. Ez az emelvény, ami lesz a láda, amiben lesznek a cuccok, oké? Okay? Hát elég közel van. De ugye azért okosban meg lehetne szerezni. Jó, azt majd onnan kiütjük, jó.
Várjál, másik fajta blokkot akarok ám. Ezt meg el. Másik fajta blokk, ilyen lejtős, hol a francban van? Egyébként úgy utálom, hogy valahogy... Csak én érzem úgy, hogy ez nincs olyan nagyon szuperul rendszerezve. Rampa. Így. Hát jó, itt ez csúfítja nekem a dolgot, de... Egyébként azt tervezem, most egy csomó infót is megpróbálok megosztani veletek, jó? Azt tervezem, hogy valószínűleg többször, nem 10 részenként, hanem 5 részenként fog lenni horda, human horda, ugye emberi horda event, tehát 5 részenként lesz nyitva a szerver, nem 5 részenként, 5 naponként, ugye az kb. 10 rész, mert ugye 1 órás, 1 van, kb. És ha 5 naponként van nyitva, akkor az szerint, vagy 5 naponként. Úgy értem 5 naponként, hogy 5 játék naponként, ugye lehet, hogy érdekesebb lenne. De kéne nekem egy ilyen sarok, az mi az, basz? Hol van? Ilyen? Nem ilyen, ilyen? Ilyen. Sanyi, ne zörögjél, zörög itt a Sanyi. Így, ilyenre gondoltam, hogy ezt még megcsinálom. És akkor egy ilyen emelvényen lesz egy, nem is, várjál, gondolkozok egyébként, hogy hogy legyen. Lehet, hogy nem csak egy ládát kellene, hanem egy csapóajtó alatta egy láda, vagy valami ilyesmi. Azért csináltam, hogy ugranod se kell, így a fölfutsz, aztán frankó. De várja, még a keeper még gondolkodik el itt a dolgokon. Oszlop van. Van oszlop, nem? Oszlop center, olyan van. Fú, de Isten, hallod? Itt van-e? Pole center. Jó. Mire? Aj, addig itt... Ja, várja. Ilyesmire gondoltam. Még nincs kész, várjál. Hadd gondolkozzak, jó? Hadd gondolkozzak. Kéne nekem... Várjál, itt le lehet másolni, azt akkor nem kell. Így. Ezt ide rakom addig, hogy föl tudjak ugrálni. Hát most ne haragudjál, éjszaka van, nem tudom mennyire láttam. Gammát fölnyomtam? Fölnyomtam egyszer a gammát, ugye? Hol van a gamma brightness? Most tényleg nem csalás miatt, hanem azért, hogy lássatok valamit, jó? Mert egyébként tényleg baromi sötét szokott lenni. Még olyan sötét, mint a keeper, igaz? Kell nekem center... Ez. Pont erre gondoltam. Majd meglátjátok, hogy mit talált ki a keeper. Oké, okay, és akkor... Majd ezt fel kéne upgrade-elnem. Hogy már kinézzem valahogy. Elég a fa, nem fogom följebb. Ugye ennek nem védelmi szerepe van, hanem gyakorlatilag így... próbálnám megmutatni, hogy na itt van. Tényleg, aki látta az éjező viadalát, abban ott egy kalmát kihagytam. Mindjárt megcsináljuk, várjál. Jó. Hogyha valamilyen kaparás hangot hallottuk, az Sanyi áttérve mókázik. Nem kicsit. Ezért is kellett a sok faj, meg már elhasználtam egy csomót. Gondoljátok fölöslegesen, de tényleg próbálok. Sanyika, fejezd be, léci! Halljátok, ilyen kutyát nem láttad, bazze. Kaparja a táját, az tele van kajával. Ki akarja szedni, csak nem jön rá, hogy ezt így kell, vagy nem úgy. Mennyi fám van még? Hol van 1400, jó. Ja, az éjjelzők viadalában volt egy olyan, hogy egy ilyen központi téren voltak dolgok, és akkor onnan lehetett fegyvert szerezni, hát valami hasonlóra gondolt a keeper. Kopizzuk ezt a sarkot, tök jó, most már kezdek megtanulni építkezni, bocs, hogyha... Sanyika! Várja! Nagyon, én meg! Kiraktam a kajáját a földre, mert ma a tálja mellé, mert különben élete végéig itt szarakodik. Úgy. Wow, nagyon jó! Ez nem akasztófa lesz, ne ijedjetek meg. Mindjárt meglátjátok, hogy mi. Akarok valamit csinálni, valamit akarok csinálni. Oda nézni. Erre vagyok kíváncsi. Okay. Én csak nem tudom fölrakni ide ma. Kar. Így meg a levegőbe lesz. Tehát igazából tök jó néz neki. G.
Mindjárt rá fogtuk jönni, hogy mi az. Ugye? Nagy volt. Hát ez nagyon menő egyébként. Nekem ez tetszik, gyerekek. Csak mindjárt közben egy zombi meg hardba fog támadni, mi? Gone! És így még így ki is álltok, jó. Egy kicsit így levegős. De hát jó van, tök jó. Na gone! És akkor, egy izét akartam. Ide kellene rakni valamit, várjál. Egy ajtó és egy láda, nem? Az lenne jó, egy ajtó és alá egy láda. Na várjál, csináljunk ilyen ajtót. Iron Hatch-et csináljunk, vagy ilyen? Wood-et csináljunk, nem? Nem nagyon akarom ne... Meglekraftoltam a lószat. Jó, el vagyunk itt éjszaka. Bocs, hogy fölnyomtam magam már, de tényleg az a fő megfontolás, hogy nektek ne legyen annyira rossz. Oké. Okay. Így, szuper, nem? És akkor ennek mennyi durability-je van? Jó. Oké. Okay. És akkor oda raknék egy ládát. Várj, ezt kiásom. Kiásom ezt, oké? Okay. Rakok oda is egy blokkot, hogy értelmesen nézzen ki. Nyugi, Sanyi, nyugi. Így, és akkor egy láda. Hát azért el vagyok, mi? Chestet, solid chestet, craft. Van egy ötletem még, majd mindjárt meglátod. Solid chest. Na, nagyon kitalál. Na és akkor ide fogom berakni a cuccokat. Oké? Okay. Egyelőre ez maradjon így. Vajon, mennyi ez... Jó, felupgrade-ettem 450-esre, ha nem gond, ne haragudjál. És annyit akarok, hogy ezt bezárom. Bezárom azért, hogy azt azért ki kelljen verni. 450 az nem olyan sok. Hogy valamit kelljen érte tenni, érted? Na, akkor itt a gun. Ez tök az. Várjál, nincsen nálam, fuck you. Hát ez nagyon adja, nem? Most őszintén gyerekek, ezt kitaláltam, nem? Gun. Hallod, ez nagyon durván jó néz ki. Ez nagyon atom, nekem ez nagyon bejön, ez nagyon bejön. Jó vagyunk, oké. Na, még mindig lopakodjunk, lopakodjunk. Oké, és akkor bent is. Tök jó, hallod? Nagyon jó, ide is kellene gun felirat. De ezt én most így nagyon élem, ez most úgy tetszik. Ezt a kaktuszt kiütöm meg itt igazából, csinálhatnék egy kis rendet. Igen, a izét be kell fejezni. Rájöttem, hogy lehet, hogy nyitott lesz a teteje. Ha följöttök a tetejére, hogy feljönnek az emberkék, akkor majd megoldom máshogy. Egyébként azért jó ez a kis bunkó, hogyha egy ilyet tartasz, mert ez nem eszik staminát, hogyha ilyeneket ütsz ki. Ugye a nagy izével ütöd, a nagy boltával, akkor zabálja a staminádat, mint az atom. Ilyeneket lehet, hogy itt hagyok ferezéknek, hogy ne az legyen, hogy ilyen tényleg. Ne legyen, ne, nem akarom, hogy túl nagy előnybe legyek, mert az így valahogy nem fekszik nekem. Jó, gyerekek, oké. Okay. Ugye, megnézzük, mi az itt, jó? Amint így akkor... Ja, ezt is meg kell módosítanom, mert nem tetszik. Mondta Norvég például, hogy ugyanoda rakjam a létrát, úgyhogy azt is átlakjuk. Na hát igen, rálátok. Rálátok. Viszont nem lehetetlen megszerezni, mert lehet egymást terelni, onnan is meg lehet közelíteni, lehet fedezéket csinálni. Ugye, korlátlan gyakorlatilag a kreativitásodon múlik csak ez. Ez a dolog. Na, itt is viszont ezt át fogom alakítani. Átalakítom most, ne haragudjatok, mert akkor legyen már normális. Ha ezt, hogyha felveszem, nem tűnik el. Lehet így létrát csinálni, hogy lerakom a blokkot, ez tök jó. Hú, ez tök jó, figyelj, de azt meg tudod úgy oldani, hogy... Hol a blokkom? Ezt nem is tudtam. És akkor nem foglal helyet, tök jó. Viszont így, igen, így lesz. És akkor felrakom, na várjál, kellene létre még. Ha Iron-t csinálhatnék, mennyibe kerül?
Kettőt kell csinálnom, és akkor az nem lenne olyan, hogy eltűnik. Jó, tudom, hogy másra is használnám ezt, de most újra sokáig csinálja. Jó, jó lesz. Oké, gyerekek, ez így frankó. Egyelőre akkor a bejárat az úgy lesz, hogy szerintem ezt be is fogom csinálni majd mindjárt. Nincsen idejem? Nem tudom, hogy mi maradt. Ez mi? Konkrét. Oké. Mondta Bandi, hogy ilyen van. Olyan, hogy teljes is. Olyat kell keresnem. Ilyen lap, és annyi, hogy nem centered. Ez a plate, ez az bazza. Ú, de jó, hogy mondtad hozzá. De jó, hogy mondtad. És akkor így. Ez az, ez az, ez az. De fasz, ahogy mondtad. Így. És akkor ez igen, ez nem ilyen... De jó nagy. Oké, ez betonból van, akkor hogy kell csinálnom egy... Húha, beakadtunk. Iron hatchet. Jó, azt most egyelőre még nem tudom megcsinálni. Oké, gyerekek, szerintem ez frankó lesz. Akkor ide vaslétrát főig, és akkor ugye ott ki tudok ugrani, mert az nem lesz vele van. Körülbelül ki tudok majd. Jó, és akkor itt tudom folytatni. Jó, gyerekek, oké, menjünk le. Menjünk le, egyébként elmondom nektek, mindjárt megkeresem azt a dolgot. Molotov koktélt szeretnék berakni nektek. Ajcsinak. Nem mindent fogok megmutatni, hogy mi van benne, jó? Legyen úgy. Kap a dolgozó egy fákját. Ide rakom, amiket berakok, jó? Egy fákja, egy Molotov koktél. Kapni fog egy kötszert. Ami azért jó, meg főleg, hogyha esetleg támadom, akkor ugye egyből tudja magát gyógyítani. Nézem, hogy még mit szeretnék berakni a ládájába. Ezt a pisztolyt, ezt megjavítjuk. Javítókészlet kell hozzá, vagy mi kell hozzá? Nincs nálam javítókészlet? Ezt a javítókészletet soha nem ismerem meg, úgy utálom egyébként. Ezt a javítókészletet, hol az a javítókészlet? Mivel javítja ezt? Javítókészlet, akkor nincs nálam, de hol van. Szana szét van minden egyébként, ugye most eléggé kapkodós dolog van. Úgy gyerekek, nem fogom észrevenni ezt a szaros javítókészletet, azt itt fogunk szenvedni órákon keresztül. Mit van-e? Ezt megjavítom. Ugye? Csak még most craftol szerintem, vagy mi van? Ja, itt van, jó. Oké. Okay. Javítókészlet, nem kell az. Lőszer kellene, ugye ebben a pisztolyban viszont nagyon kevés lőszerem lett, mert nagyon sokat ellövöldöztem, úgyhogy én is elég nagy szarba fogok lenni. Hát fog kapni a csávó. Mondjuk. Sok allom. Gondolkozzunk, mennyit adjuk neked. 15 lőszer, jó? 15 lőszer? Szerintem az úgy korrekt. 15 lőszert fog kapni. És akkor ezeket még... Molotov koktélt, nem az összeset, na mindjárt kimegyünk, jó? Csináljuk már. De mégis azért ugye lesz esélye. Én nem akarok tényleg ilyen full esélytelennek megoldani a dolgokat az embereknek. Hogy ne legyen esélyük, nem. Vaslétra. Ide vaslétra rakok, nehogy lelövöldözzétek, hogy akármit csináltok be. Elvileg ezt leszedem, akkor ott marad, de jó. Jó, és akkor itt sima, föl is tud jönni rajt, bazza, de jó. Hogy így föl tud teljesen? Figyelj, nem is ugrottam. De végén egy icipicit kell ugrani, oké. Meg ezt az ajtót, ezt így föl tudom upgrade-elni? Jó, izővel eddig tudom felupgrade-elni. És mekkora lett? 3000-es, jó van, oké. 3000-es, nagyon jó. Oké, gyerekek, kimegyek. Ugye most egyelőre itt fogok futkozni, rakunk ide egy frame-et, hogy be tudjak jönni. Egyelőre itt futkozok, mert most még nincs, ugye úgy lesz, hogy a bajárat az majd úgy... Ki lesz fúrva? Tehát itt végig, tudod, ezt egy ilyen titkos bejárat lesz. Ugye ezt kapásból fedezéknek tudod használni, de be tudsz mögé bújni, és már innen tudsz szeregetni, vagy lövöldözgetni, úgyhogy már az jó. Na, akkor pisztoly, ebből
Ezt nem fogom odaadni mindent, hanem mondjuk 2 darab. A pisztolyban lehet, hogy van lőszer egyébként, nem? Aha, van 15. Aha, és akkor ne, 15 lőszer van meg. Pisztoly. Kapsz 15 lőszert, meg elvileg van már 15, ha jól sejtem. Ugye? Igen. Rakok be egy fákját, rakok be egy kötszert. Oké, gyerekek? Akkor ez így fog lenni. Én arra gondoltam, hogy ez így jó lesz nekünk. Ezt be ezt is lecraftolta. Aki tovább nem upgrade-elem, hogy azért szét lehessen verni. Tényleg nem, magamnak nem akarok nagy előnyt szerezni. Innen akkor ki tudod venni. Ugye ez zárva van, az nyitva van, innen ki tudod venni ezeket a dolgokat. Meg még esélyes, hogy lehet, hogy videón kívül rakok bele neked. Aki ide érsz először, rakok bele neked ide dolgokat, oké? Okay? Azért, hogy nagyobb eséllyel indulhass. Na. Viszont én nekem, megmondom a frankot, bocsánat, megmondom őszintén, tudom, egy kicsit lehet idegesítő, nagyon sokszor mondom. Mindjárt megmutatom, hogy mi tetszik legjobban. Ez a GAN felirat. Ez a GAN felirat. Ez tösz, na jó. Ez tök jó lett, úgyhogy ki is van. Nagyon jó, tetszik. Jó. Menjünk vissza be. Ja. Mi az a vihar? Úgy utálom ezt a vihart egyébként. Na egy ilyen vihar lesz, az például tök idegesítő lesz, mert látótávolság levegy a béka segge alá, látod? Ott már nem is látlak benneteket. Na, hogy szerencsétek van, akkor jön ez a vihar. Egyébként ott is nagyon közel lehet kerülni, mert ott ugye van egy ilyen domb. Meg van a fedezékeket, lehet, hogy meghagyom, tök jó lesz. Jó van, gyerekek. Okay. Menjünk le. Ezt becsukjuk. Jó, igen, és akkor most mi a teendő? Következő lesz a teendő, gyerekek. Ugye kb. Ide gondoltam. Jó, görög villámlik vele. Úgy zabálja a stabilát ez a nagy sárkány, gyerekek, hogy az őrület. Kéne ennem, ugye? Oké. Okay. Meg iszok egy kávét. Meg eszek még egy ilyen húsvizét. Kaját kell csinálni. Holnapi nap mindenképpen kell majd kaja. Ja, vizét akartam megnézni a Molotovot. Hogy mi kell hozzá a Molotov cocktail ammo. Aha! Viszont nem kell sok minden hozzá. Olaj van, ilyet tudok készíteni. Sőt, azért ti is tudtok készíteni, mert úgy látom nem is kell semmire rakni tőle. Ilyetre. Ja, kicsit itt bűvészkedek, ha nem gond. Bocsássátok meg érte. Jó, ez a kávé egész jól nyomja a stominát, de nem elég jól. Ugye, ha kölcsákányat használnék, azzal sem lennék előbbre. Mivel? Mivel ugye, a kölcsákánynak meg az a nagy problémája, hogy sokkal lassabban üti ki, de ugyanúgy megzabálná a staminát hosszú távon. Meglátjátok egyébként, hogy mi a szart akarok, most biztos gondoljátok, hogy mi a francot csinál a keeper. De mindjárt meglátjátok. Amúgy is zavart engem, hogy az ilyen csúfosan van. Így. Csinálunk egy padlót. És a padlóban lesz szintén egy ilyen ajtó, egy ilyen csapóajtó, az engem nem fog egyáltalán zavarni. És oda lerakok egy táblát, és arra írok egy szöveget. Jó? Addig majd félre néztek. Jó? És az a lényeg, ide bejut valaki. Kinyitja a csapóajtót, meg tudja nézni a szöveget, és beírja a chatbe, azt fog nyerni. Jó? Jó? Próbálom sokszor elmondani, tudom, lehet idegesítő, de nem akarom, hogy... Elcsesszük. Jó, gyerekek.
Ja, túl vagyok terhelve, meg minden bajom, most úgysem mászkálok, úgyhogy jó van egyébként. Gyorsabban fogyasztom, mint a munka közben is túl vagyok terhelve. Nem tudom, van. Sok vas kellene, nem tudom mennyi vasam van, baromi sok lehet, hogy nincsen, van. Hol a vas hulladékom? Mi van? Nincs vas hulladékom? Vagy mi az? Hol van a vas hulladékom? Hol a vas hulladékom? Így van, ezen egy. Mert fel kell upgrade-elnem ott fönt még egy csomó dolgot. Jó. Hát most már nagyban mennek a készület, felkészülések, ugye az érkezésetekre. Most már tényleg ott vagyunk. Igen, mindjárt visszarakom. Most nem kéne meghalni, mi? Csapj egyet még. Na még egyet. Én még ezzel is XP-t kapok, úgyhogy ez is jó dolog. Okay. Ja, egy kicsit barátibb is, nem? Hogy egy... Tök jó egyébként ilyen faforgács nap, így is vagyom, marha jó. Nem faforgács, OSB. Régen ilyen rendes frame, ugye ilyen tényleg ilyen keret volt. Ilyen léckeret, és már haladunk a korral ma. Ezért a OSB lapot. Na hát így, én megmondom őszintén, nekem egy parátit lett. Ó, tök kellemes, nem? Tényleg kellemes. Garbot is felupgrade-ellem. Na bocs, ez fakereszt, de most akkor ezzel foglalatoskodik a Keeper. Is éjszaka van ugye, hajnali 2. 4 óráig itt el, ekecselek. Üssed már, üssed már! Közben meg telefonom, olyan szinte zavarja, nem arja. Nem beszarás. Oké. Ja, ezt itt befejezem, jó? Nem baj? A padlót, és akkor egy frame-et kiveszünk, és akkor ott lesz ő. Vagy lehet, hogy egy rendes ajtó mögé kéne raknom akkor már, nem? Csinálok ide egy ajtót, és akkor az mögött lesz az a dolog. De egyébként mennyire jól kinéz már így OSB lappal is az egész kecó, baromi jó. Remélem nem nagyon volt zavaró, hogy én hallottam, hogy hívnak aztán egy berecseget. Régen volt egy ilyen szám. DJ Beltől a GSM, nem tudom, ismeriteket a vicces. Úgyhogy ezt csinálhatnám úgyis, hogy ezt így beépítem, nem? Így. És elfogyott a frame. A frame az, ez egy kör. Tök jó, hogy megjegyzés, oda pakolját. Nagyon jó. Na figyelj. Hoppa, már mennyire otthonosabb minden, nem? Tök is kellemes. Tök jó, tetszik. Ott ezt ki kéne bontani még egy... Kibontok itt még. Plafon is olyan közel van, annyira idegesítő. Számomra legalábbis. Akkor ugye így. Ugye meg ide akartam egy ajtót mindenki. Basz, mit csináltam? Leütött, mit ütöttem le? Frame-be ütöttem bele? Ja, itt meg egy kicsit át is rendezem a dolgokat, mit tudom, egy tűzhelyet fölé rakom, vagy valamit kitalálok. Mert ez csúfos nagyon. Végre a beltér is egy kicsit normálisan fog kinézni. Már ennek is baromira örülök. Gyerünk! Ja, és beszélt, Balános Zsóval beszéltem, biztos emlékeztek rá, sokat játszottam vele, hogy esélyes, ha nagyon nem lesz szétbarmolva a map, akkor nem fogok állást visszatölteni, hanem akkor mindig, amikor jönnek az emberek, az emberkék, akkor gyakorlatilag ugyanazzal a karakterrel tudják folytatni, az lenne az előnyen. Egyébként lehet, hogy fel kéne upgrade-elnem a dolgokat, mert így meg, ugye föl lehet szedni, az meg tök ciki, hogy föl lehet szedni. Olyan fura.
hogy felupgrade-elem. Csak először ugye rendezzük erre, helyezzünk el mindent. Csak olyan sötét fa, az a fa, ezt azért idegesít. Egyébként lehet, hogy Gobblestone-nal is felupgrade-elhetném. Mert ugye így be tudtok ásni. Azért egy ilyen alsó védelem is jó lenne. Na, most ma alakul a kecó, nem? Eléggé olyan kis nyomott az egész. Nyomi lett. De hát jó van, ez bőven elég nekem van. Hogy most egy ilyen építkezéses rész van? Ja, a fákját csaptam le az előbb szerintem. De ilyennek is kell lennie, mert muszáj haladnom kezzel is. Ugye a fő cél az az lesz, hogy lent lesz egy ilyen házunk, de ugye addig is muszáj valahol majd helyezni. Üssed ki, bazze, olyan zabálja azt, ami nem, de lehet, hogy azért is már túl vagyunk terhelve. Úgyhogy... Mert hogy ami nem kell, azt... Tényleg úgy eszi a staminát ez, mint az ököl. Lehet, hogy akkor is eszi, amikor ugye így szórakozok csak. Jó, és akkor oda akartam egy ajtót, viszont azt a falat lehet, hogy hátrébb viszem. Valahogy nem sikerült jól. Nem szimmetrikus, és a keepernek a szimmetria amániája, tudod jól. Na, hát ez igen, a plafon az nagyon nyomasztó, hogy ilyen közel van, de az arra is majd kitalálunk valamit, csak most minden időt nem ezzel akarok tölteni. Ezeket a ládákat innen eltüntetjük. Ó, tusztam. Az a gyerekek, ez rémálom. Fákjákat visszarakhatnám. Ugye legyen fény. Legyen fény. Tök jó. Ja, a plafont is ki kéne cserélni, csak a plafonnal valamit ki kéne találni. Arra gondoltam, hogy valószínűleg lapokat fogok rakni, és akkor nem kell még egyet, vagy még kettőt kiütnem, még kettő szintet. Ha nem elég egyet, egy ajtót, addig kraftoljunk már le. Egy doort. Várj, iron doort miért nem tudok? Ez az iron kellene. Várj, nem volt annyi? Mert előbb raktam ki egyébként, csak tudnám hova. Nem, csak kettő van. Jó van iron akkor. De várj, nem tudnék izélni iront. Clay kell hozzá, meg izé. Clay az be van olvasztva, iron. Nincs beolvasztva, iron kellene beolvasztanom. Valahol, mintha rém lenne, hogy volt szerem. Még szerencsé, hogy minden szanaszég van, mi? Így van a szerem. Olvasztok be iront akkor. És akkor hogy kell beolvasztani, mert mindig elfelejtjük a creeper. Mondjuk egy ennyit, jó? Eddig tart a fullem? Azt a betyár. Az meg már nagyon sokáig. Szedjük ki belőle? 41. 17 perc. 9 perc. Jó. És akkor csinálunk ilyet, jó? És akkor csinálunk vasajtót. Itt legyen egy vasajtó. Viszont ezeket fel kéne upgrade-elni. Kellene egy kalapács. Ez nem kell. Meg akkor, amikor van staminám, akkor izé, akkor csákágyoljuk, jó? De így akkor minden működik egyszerre. Lehet, hogy fel kéne ezt cobblestone-nal upgrade-elnem. Na, azt pont nem kell volna kiütni, mi? Jó, nem baj. De majd néha azt sem tudod, melyik blokkot ütött. Jó, van csak. Bazze, van 26-om, tesó! Ja, mert már múltkor olvasztottunk be, nem baj? Nem baj, hogyha olvasztunk be. És akkor tudok vasajtót kraftolni. Jó, 4 óra van hajnal 4. Nagyon szuper, örülök neki. Viszont... Az a baj, hogy izén is kellene valamit. Nagyon-nagyon gyorsan megy az idő, és az utolsó napunk van, bazze. 24 órán van addig, 24, ami nagyon-nagyon kevés.
Hú, gyerekek, én nagyon most már kezdem érezni, hogy itt bajok lesznek. Most megint ez, ilyennel foglalkozok, most már futkozhatnék kint. Lehet, hogy az lesz, hogy ezt elbúcsúzom, és ezt éjszaka fogom befejezni, utolsó éjszaka. Kint kellene tevékenykedni, mert ugye tudok megint mászkálni. Jó, az hadolvadjon, meg ha el is fogyhat a dolog. Gyerekek, tudjátok, mit kellene nekem még csinálni? Mire gondoltam, tök jó, még rohút is lehet csinálni. Spike trap. Wood spike trap? Milyen? Iron spike. Ilyet is tudok? Abból izéből lehet, ez nagyon csak. 64-et. Csináljunk még egy 5 fenet. Arra gondoltam, ugye van 41-em, hogy valószínűleg, hogy sokat ilyen fel fogok használni. De valahogy nem tudok kimenni ettől, bazzon. Nem tudok kimenni. Másom nincs, és ez kikopintom innen. Ez nem jó. Majd ezt a két ládát is ki kellene. Jó, végre. Na várj, hogy van az ajtó? Igen, két másodperc. Ideális. Ó, gyerekek, ez nagyon kemény ez az ajtó, igaz. Kapa, rosszat. Ez nagyon kemény ez az ajtója. Nem tudom feljebb húzni valamivel. A szart nem. Még vassal föl tudtam. Mekkora? Wow, 5000-es ajtó, gyerekek. Na, ez a gyerebe az. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Tetszik. Tetszik, van egy 5000-es ajtónk itt. Ugye ide kell bejutni, be is zárom, el fogom felállítani. És mindenképpen ki fogom cserélni itt a... Lehet, hogy Goblestore-ra meg fogom csinálni, legyen ez egy párik szoba, és akkor itt... Áh! Ha jöttök, akkor itt várlak beleteket, hogy ütik az ajtót, tudjátok, el tudjátok képzelni. Hogy föntről, úristen, hallom majd a kopogást. Én nagyon parázok, komolyan. Na, szerintem elbúcsúzom, mert most már... Mernék. Jó, hát a párik szoba az jó, az jó. Meg kell csinálnom a belső párik szobát. Lehet, hogy fontosabb, mint a külső. Figyelj, a külső az így egész jól van, nem már? Én arra gondolok. A vasat is kéne, az minden kellene. Az a baj. Az a baj, hogy baj van. Az a baj, hogy baj van, gyerekek. Ide. Ne úgy fordulj. Jó, jó raktam. Na, tökéletes. Ugye tök full zárt, ha akarom ki tudom nyitni, egy-egy oldalra kinézni. Nem tudtok meglőni, ami nagyon fontos. Itt ugye ki tudok jönni, és valószínűleg azt fogom csinálni, hogy nem lesz teteje egyelőre, hanem az legyen, hogy innen tudjak azért nézelődni. Valószínűleg ugye föl tudtok jönni, de a keeper tud olyat csinálni, ha nagyon közel értek, hogy szépen ezt fölcsukom. És akkor mégis tudok védekezni, hogyha itt támadtok. Az a baj ugye, hogy konkrétan végtelen mennyiségű szőr tudtak támadni, hogyha lepakoltok izét, hálózsákot. Vágod. Onnan is, hú, az a baj, eléggé olyan tagolt. Ott is ugye van egy ilyen izét, bucka. Hajjaj, gyerekek, hajjaj, fekete vonat. Parázik a képről. Erre jó lenne egy scope egy kicsit védeni magam. Nem tudom, remélem, hogy jó lesz, remélem minden oké lesz. Ha nézzük meg itt világos be ezt a cuccot is. Ez nekem nagyon bejön. Ez most sikerült. Na, srácok, elbúcsúzom. Nagyon szépen köszi a figyelmet. Jók legyetek. Csácsom, mint csörtészta.